Ezek a drónos felvételek még nyáron készültek. Éppen a Tisza-Tivadar fölötti szakaszán alakítottak ki árvízvédelmi töltéseket. Ezeken a képeken pedig egy komplex beruházás műtárgyai látszanak, melyek a vízügyi igazgatóság ár- és belvízvédelmi, valamint vízmegtartási és vízgazdálkodási rendszerének szerves részét képezik. Ezek a beruházások is a Feti vízig idei feladatai közé tartoztak, azonban jól teljesített az igazgatóság a vízgazdálkodási rendszerek karbantartásánál és működtetésénél is, miközben az aszályos és vízhiányos időszak mellett tavasszal ár- és belvízi védekezésén is dolgoztak a vízügyi szakemberek. Ezek a feladatok minden tekintetben kiválóan sikerültek, és sok tapasztalatot szereztünk, hogy milyen módon kell majd ezeket a feladatokat a jövőben ellátni. Komoly fejlesztések zajlottak ár- és a belvízvédelem területén is, és ma már ezek a fejlesztések olyanok, hogy nem csak a sok víz elleni védelmet szolgálják, hanem a vízhiányos időszak problémakörét is. Például a Berekben befejeződött a tájgazdálkodási projektünk. Itt két helyen lesz lehetőség a Tiszából szivattyúval vizet pótolni a rendszerbe, és majd elosztani a igényeknek megfelelően. Komoly árvízi fejlesztés folyik a Tisza mentén, az ukrán térségben, az országhatárnál, illetve a Tivadari híd környékén. Ez több mint 30 kilométer töltésnek a megerősítését és sok műtárgynak a teljes átépítését is jelenti. Mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épültek vízkormányzó rendszerek a Berekben, melyek szerves egységet alkotnak a már meglévő védművekkel, így például ezzel a Tarpa határában lévő nagy beeresztő zsiliprendszerrel is. Az idei beruházások összköltsége azonban ennél jóval magasabb volt. Az összes folyamatban lévő beruházás közelíti az 50 milliárd forintos értéket, de nem csak a folyamatban lévőkre koncentrálunk, hanem a mérnökeink egész évben azon dolgoztak, hogy a jövő időszakban milyen munkálatokra van szükség. Ezeknek az előkészítése zajlott minden területen, és reményeink szerint a következő időszakban elkezdődik a Tisza-Túr árvízi tározónak az építése. Itt nem csak az árvizek kezelésére lesz lehetőség, hanem építünk egy szivattyútelepet, egy naperőművel, ami lehetőséget biztosít vízhiányos időszakban Tisza víznek a betáplálására a rendszerbe, és természetesen szeretnénk folytatni a vízrendszernek a megújítását, a belvízrendszernek a megújítását olyan módon, hogy lehetőség szerint a víz visszatartása, a víz szétosztása lehető legjobban meg tudjon történni. Például három tározónak a teljes körű rekonstrukciójára fog sor kerülni következő években. A Harangodi, a Rohodi és a Penyigei tározókról van szó. Több mint 170 kilométer csatorna, több mint 150 műtárg fog teljes körűen megújulni, tehát ezeket a munkálatokat is előkészítettük. Ezeken az őszi felvételeken nagy mennyiségű kommunális hulladék eltávolítását szimulálták a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakemberei a Tisza Vásárosneményi szakaszánál. Fontos, hogy a védekezéshez beosztott állomány napi szinten ismerje a feladatát és a szükséges eszközöket, melyeket az együttműködő partnerekkel közösen gyakorolnak be, mondta el Bodnár Gáspár. Legfontosabb partnereink ugye a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, rendőrség, kormányhivatal, megyei védelmi bizottság. Ezek a közös gyakorlatok segítik az együttműködésünket, hiszen nagyon fontos, hogy ismerjük egymás feladatait, lehetőségeit, és ezeket hangoljuk össze. Nem véletlen, hogy közös védelmi tervekkel, erőforrás biztosítási tervekkel rendelkezünk. És hát a másik dolog az, hogy a változás örök, kollégák nyugdíjba mennek, a fiatalokat be kell tanítanunk, ezt a célt is szolgálják ezek a gyakorlatok. A hulladék eltávolítás mellett árvízvédelmi védekezést, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, de akár csak a szivattyúk telepítését is gyakorolták a szakemberek az idei évben.